A polgármesteri hivatal kis házasságkötő termében Hajdú János Paks polgármestere, továbbá a Strabag MML képviselői, Fényi Zoltánné cégvezető és Bozóki László főépítésvezető írták alá az új szennyvíztisztító telep kivitelezését tartalmazó szerződést. Az 1 milliárd forintot meghaladó projekt elkerülhetetlenné vált, mivel az új környezetvédelmi jogszabályoknak már nem felel meg a régi üzem, valamint a fém és beton szerkezet is előregedett. A beruházásra 85%-os támogatást nyert az államtól és az Európai Uniótól a település. Az ilyen beruházások, amik ugye alap infrastruktúrát érintő beruházások, ezek nem túl látványosak. A lakosság ebből sok mindent nem érzékel, hiszen a mindennapunk része az, hogy folyik a víz a csapból, illetve a szennyvizet kiengedjük a szennyvízrendszerbe. Ettől függetlenül el lehet mondani, hogy nem látványos, de a városvezetés, illetve a hivatal részéről munkás, rendkívül sok energiát felemésztő, előkészítő szakaszon vagyunk túl, és a kivitelezésnél is erre számítok. Az új szennyvíztisztító telep a régi mellett épül, csak a szociális épületet, valamint a labor épület egy részét fogják majd használni a későbbiekben, természetesen ezeket is felújítják a munkálatok során. A Strabag MML már rendelkezik referenciákkal Pakson, korábban többek közt a művészeti iskola és a gyógyfürdő építését is sikeresen teljesítette. Sok szennyvíztisztító épül, ugye az EU-nak egy kiemelt prioritása, hogy a környezetvédelmet minél jobban támogassa, ezért az elmúlt években, évtizedben rengeteg EU-s támogatás, ISPA támogatás, meg kohéziós alaptámogatás, még korábban FAR támogatással épültek szennyvíztisztítók, ezekben mi is részt vettünk. Mi építettük a szegedi szennyvíztisztítót, mostanában Százhalombatta, Tatabánya, sorolhatnám Moson-Magyaróvár telepeken. Ott vagyunk, vagy önállóan, vagy konzorciumi partnerként. Annyit azért látunk, hogy ugye a nagy szennyvíztisztítók megépültek, illetve korszerűsítésre kerültek az igazán nagyvárosokon, megyei székhelyekben. Most már úgymond a közepes és a kisebb méretűek vannak soron. A Paks az egy közepesnek tekinthető ebben a viszonylatban. A kivitelező cégnek a tervezésre, az építésre és a 6 hónap próbaidőre összesen 19 hónap áll rendelkezésére. Gozták Zoltán elmondta, terveik szerint az első két hónap előkészítő tervezési munkálatai után az érdemi megvalósítás szeptember végén, október elején kezdődhet.